A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a kezdő körben, ez az év első úgymond hagyományos adása, hiszen a múlt héten Kaiser Tomival egy kicsit előzetest adtunk inkább arról, hogy mi mindenről beszélhetünk majd 2024-ben, de most már van is miről beszélni, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket a stúdióban, bejáratott társaság, Juhász László önkormányzati képviselő, a Videóton Baráti Kör Egyesület elnöke. Sziasztok! Ami mindig mutatja, hogy lesz vidi téma természetesen, mert azért próbálunk kicsit így a komfortzónán belül maradni vendégeinkkel. Farkas Szilárd kollégám, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, műsorvezetője, és Horog László idén először, aki tegnap megmutatta Javier Sotomayornak, hogy milyen az, amikor számára is van elérhetetlen magasság. Ugye a magasugrás világcsúcs tartója, akit a mai napig nem tudnak letaszítani erről a tróról, itt volt Magyarországon az év sportolója díjátadáson, és hát szerintem óriási örömére szelfit készíthetett Horog Lászlóval. Azóta szerintem Kubában is nemzeti intézmény vagy, Laci. Bár nem tudom, a spanyolul hogy mondják, hogy mindannyiunk emberi, szakmai, egzisztenciális és morális példaképe. És mentális. Igen. Na hát, ha már erről az eseményről esett szó, és hogyha már tényleg a magyar sport legjobbjairól van szó, akkor itt a sportműsorban is beszéljünk erről egy kicsit, annál is inkább, mert hát Szoboszlai Dominik lett az év sportolója, akinek a fehérvári gyökereire mi is büszkék vagyunk, és arra, hogy innen indult a Phoenixből, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte világhódító útjára. Egy kicsit érdekes dolog ez, hogy egy egyéni díjat egy csapatjátékos kap, de más országokban is bevett természetesen, hogyha van olyan kaliberű sportoló, futballista, kosárlabdázó akár, akkor megkapja ezt a díjat. Viszont az azért érdekelne, hogy Érdi Máriáról például mit tudtatok tegnap előtt? Neki nagyon komoly menedzsment van mögötte, tehát folyamatosan a neten, a világhálón keresztül jönnek a hírek, és őt próbálják felépíteni, mint brandet, így mint vitalást ként hallottam róla, nyilván többet, mint Kozák Lucáról, de az biztos, hogy érdekes, tehát gondolkodtam ezen, hogy kis Szobi, az osztrákoknál, hogyha nincs olimpiai bajnok, síelő vagy síugor, akkor mindig alaba nyer, és ez való teljesen természetes, tehát de hozhatnánk példákat máshonnan is, nem gondolom, hogy norvégoknál nem Holland fog nyerni, hogyha éppen valaki óriási nagyot nem durrant a nyári olimpián, tehát hát, valahol úgy gondolom, hogy a futballnak ez a hatalma. Igen, hát a hollandoknál, vagy a norvégoknál ilyen van választék, hisz, hogyha a holland véletlenül nem nyeri meg a PL-t, mindig van Ødegaard, aki szinte elég jó játékos az Arzenában. Ehhez képest a válogatottjuk meg ugye fasorban nincs, hiszen nem jutott ki az Európa-bajnokságra, míg a magyar válogatott igen. Természetesen a megszokott módon talán mondhatom évtizedekre visszamenőleg, erre Laci biztos emlékszik, meg még én is, hogy mindig kavar egy nagy vitát, meg vihart, vagy legalábbis régebben gyakran kavart az, hogy az újságírók hogy szavaztak, és kit választottak végül is az év legjobbjának, mert a sportolók egy időben bizony ezt erősen számon tartották, és kicsit így a renoméjukhoz is hozzátartozott, hogy voltak-e az év sportolói Magyarországon. Biztos emlékszel azt, hogy annak idején Horváth Marian, aki most már ugye nagyon sikeres kommentátor hosszú évek óta az Eurosporton, női párbajtőr világbajnokként komolyan megsértődött, sőt erős kirohanást intézett, amikor egy évben nem a párbajtőr csapat, nem is a saját maga nevében, hanem a női párbajtőr válogatott nevében kérte ki magának, hogy nem ők nyertek. A női kajak négyes vittel akkor, igen, ez 92 vagy 93, 90-es évek közvetlen eleje. Én nem értettem, túlzásnak találtam, de érdekes, hogy annak érdekében például a férfi kajak négyes, hogy nyerjen, ők meghívták ebédre az újságírókat, én nem tartoztam, meghívottak között, de kérdeztem akkor Fidel Lacit, hogy Gyulai Fidel Ábrahám csipes, és mondta, hogy hát szövetség beszélt velük, hogy ez mekkora ötlet lenne, hogy tudjanak nyerni. Óriási presztízsja volt, mindig is van egyébként, de valóban mindenki szeret szerepelni, akkor tényleg ez a magyar sport nagy ünnepe,
nagyon jó média háttere, nagyon nagy a felhajtás körülötte, és hiúak vagyunk, és az egész arra van felépítve igazából. Ugye akárcsak a klasszikus időkben az aranylabdát, ezt is sportújságíró szavazatok döntik el. Nyilván Magyarországon hát van sok sportújságíró, mert tudjuk, hogy rengeteg van, mert adott esetben egy sajtópáholyt megnézel, és még mindig látsz ismeretlen arcokat, de hát mondjuk az aranylabdáról szavazni európai újságírók által nyilván nem ugyanaz, mint Magyarországon, ahol a bármelyik regisztrált sportújságíró szavazhat, hogyha a szövetségnek ugye a tagja. Ami a tegnapi választást illeti, hogy egy nagyon erős futball dominancia volt, nem csak azért, mert Szoboszlai nyerte az év sportolója díjat a férfiaknál, hanem mert a magyar válogatottat is megválasztották az év csapatának, Marco Rossit pedig az év szövetségi kapitányának. Majd mindjárt ebbe is belemegyünk, hogy ez valójában hogy lehetséges. Mennyire lepett meg titeket ez a dolog? Azt gondolom azt, hogy a foci sikerei mindig egészen más polcon kezelendőek, vagy kezeltek, mint bármely más sportág, az azért nem meglepő. Hát nem, mert a legnagyobb figyelem arra irányul, akárhogy is nézzük, tehát bármelyik sportágot tekintjük, Magyarországon mindenképpen labdarúgás húz, és húzott a rossz időkbe is, most pedig jó idők járnak ugye a rossz idők focira. Rossz idők után rossz, igen. És jó idők járnak. Én azt gondolom, hogy Szobi nem meglepő abba a tekintetben, hogy azért ez a liverpooli maga az átigazolás tény, ha nem játszott volna még 0 percet se Liverpoolban, már szerintem ugye az is egy szenzáció a magyar focit tekintve, hiszen azért nagyon régóta nem láttunk ilyen szintű klubcsapatban a magyar játékost. Tehát eleve már ennek a ténye szerintem meghatározta a múlt héten az egyik mozzanatát, és hogyha mellé rakjuk azt, hogy válogatottban ő egy nagyon sikeres, úgymond csapatkapitány időszak után, a Szalai után átvette a szallagot, és forba rögtön jól állt bele, és ugye veretlen, mint csapatkapitányként is a válogatott vele, amit ugye mondhatjuk véletlen, persze, mert nem tudatosan ez a csak a Szoboszla miatt van egyértelműen, de mégiscsak egy ilyen, ez is egy ilyen üzenet, egy jelkép, tehát az egész év ebbe a tekintetben mindenhogy sikeresnek tekinthető szerintem a Szobi tekintetében, és azt meg csak ugye a habatortán, hogy nem csak az átigazolás sikerült, a Liverpoolnál az első pár hónapja is kitűnően sikerült, a válogatott meccsekkel és a sikerekkel együtt. Én azt gondolom, mint a legnépszerűbb sportág, ez teljesen benne van. Persze, hogy lehet mondani, hogy vannak esetleg világbajnokaink más sportágokban, stb. És miért nem. Ahogy Orog Laci is mondta, nem irányul rá akkora figyelem ezekre a sportágokra, mégiscsak a foci. A kérdés nyilván nem ez, hogy mekkora figyelem irányul. Egyiket a múlt héten Kazertom Jóval érintettük kicsit ezt a témát, hanem azt, hogy valójában befolyásoló egy szavazásnál, hogy a sportág népszerűség egyébként, hiszen érmet, meg világbajnoki címet, meg olimpiai bajnoki címet egy sportoló abban a sportágban tud szerezni, amelyiket űz, ha nem ő tehet róla, hogyha azt egyébként nem követik annyira, mint a futball. Ettől még nyilván az egy óriási siker. Én Szilárd, hogyha szavazhatott volna, nyilván nem szavaz Dominikra, hiszen Manchester United szurkolóként nem teheti meg, hogy a Liverpool sztárját sztárolja. Hát a foci dominanciáját nyilván nem lehet elvitatni, de hogyha már egy kicsit leragadtunk itt a Liverpoolnál, megmondom őszintén, és nem csak azért, mert a United-ot nézni mostanában lehetetlenség gyakorlatilag. Hát lehet, csak nem élmény. Csak nem élmény. Előbb ülök le én is Liverpool meccset nézni, mint United mérkőzést, viszont visszatérve a szavazáshoz, ne legyünk rossz májúak, ne vitassuk el a foci dominanciáját, de mondjuk azt, hogy ezen a szavazáson, az idén, most a munkát díjazták tulajdonképpen abban a tekintetben, hogy például egész évben ugye nem kapott ki a tavalyi évben a labdarúgó válogatott, aminek Rossi volt a szövetségi kapitánya, aminek Dominik a csapatkapitánya, és Dominik eljutott egy olyan szintre azzal a focival, amit tud és most ki is tudott benne bontakozni, hogy Liverpoolba szerződhetett, és ezzel vitte egy kicsit Magyarország renoméját, de ezt a teljesítményt most mindenki, a csapat is, Rossi is és Dominik is munkával érdemelte ki. Nézhetjük talán egy kicsit erről az oldalról is az egészet. Nyilván az eredményeket sem lehet megkérdőjelezni, mert maga a selejtező csoport az meccsek sorozata volt, aminek a végén eredményt hirdettek, a magyar válogatott első helyen végzett, és ezzel kijutott az Európa-bajnokságra. Tehát van eredmény is, nem csak elvégzett munka. Nyilván itt a kérdés, hogy a többi sport eredményéhez hogy viszonyul. Nem szabad persze ezt túragozni, tényleg egy játékról van szó, egy szavazásról, de ahogy már említettük is Lacival, ennek mindig óriási presztízse volt. És azt azért jegyezzük meg, hogy most ugye egy kicsit nem tudom mikor, biztos az utóbbi években variáltak azért ezen, hiszen két csapatversenyt is hirdettek, a hagyományos csapatsportágok csapatversenyét, illetve az egyéni sportágok csapatversenyét, ami kicsit ilyen fából vaskarika,
de hát tudjuk, hogy vannak ilyenek is, például a kajak négyes, amikor összeül négy egyéni kajakozóból, vagy régen volt még ugye öttusa csapatverseny, vagy a vívók, a karcsapat, amelyek meg is nyerte ugye idén ezt a kategóriát, de a régi időkben volt férfi, női csapat, illetve edző, ezt választottak. Aztán az edzők mellé beoszták a szövetségi kapitányokat, mondva, hogy nekik más jellegű a munkájuk, és akkor mondjuk Fábiáni, Rozsnyói, Katalint egy évtizedig nem lehetett megverni, mert minden évben volt 3-4 világbajnoka vagy olimpiai bajnoka. Mostanra, mintha egy kicsit, és akik a focival szemben érvelnek, ezt hozzák fel, hogy egy kicsit tényleg a focihoz alakították volna, mert a magyar labdarúgó válogatott egyébként hogyan hasonlított össze mondjuk a kard csapattal, amely világbajnokságot nyert. És itt jegyzem meg, ezt lehet, hogy Laci olvasta is, hogy Csurka Gergely, aki szerintem az egyik legjobb tollú magyar sportújságíró, és hát közismerten a vízilabda évtizedes rajongója és szakírója, ő azért szóvá is tette, hogy a világbajnokságot nyerő férfi vízilabda válogatott eredménye, tehát világbajnoki aranyérem egy csapatsportágban, az talán nem ugyanaz, mint egy selejtező csoportot megnyerni, mint amit a magyar labdarúgó válogatott ért el. Tehát azért most is dolgoznak ilyenfajta, hát ha nem is sérelmek, de a körtét az almával felhozó vélemények. Mondjuk Gergelyt soha nem láttam még foci meccsen, valamennyire követi elmondása szerint. Beszéltünk szerintem már ezekről a dolgokról. Persze, tehát képben van, és ő elfogult a vízilabdával, tehát, de múltkor mondtam egy hasonló példát, hogy a futball és az összes többi sportág összevetése így most, hogy nyári olimpiára készülünk. Kovács Kati nyert 3 olimpiát, 2-t a 4-essel, 1-et párosban is Natasával. Aznap este ez még téma. Másnap reggel a munkahelyen lehet, hogy téma, de hogy másnap délben egy szó nincs erről, az biztos. A futball EB-n a válogatott játszik majd a svájciakkal, németekkel, skótokkal, 3-3 nap elteltével. Az a 3 nap arról szól majd, hogy várjuk a következő meccset, illetve beszélünk napokon át azzal, hogy mi történt. De ha van olyan év, amikor más sportágokat is óriási figyelemmel kísérünk, az nyilván egy olimpia éve. Tehát ebben az évben nem csak a futballválogatottat fogjuk várni, hanem nyilván az olimpián is mindenki tudni fogja, hogy mikor versenyez az az úszónk, aki esélyes, mikor mennek a kajakosok, mikor jöhet valami Mamias Vili, vagy Hát figyelj, mégis 2024-ben majd lehet olimpiai versenyszámból kikerülő év sportolója, meg csapata díj. Na, hát ez egy nagy kérdés. Ha csak nem nyerjünk meg a fociban az EB-t, vagy nem jutunk be a további csoportból. Nem kell megnyerni a fociban az EB-t. Elég tovább jutni a csoportból. Kérdés mondjuk Lacirak, aki szavazhat, hiszen sportújságíró szövetség tag, hogy ha a magyar labdarúgó válogatott mondjuk tovább jut az Európa bajnokságon a csoportjából, és mondjuk egy 8-at döntőben vereséget szenved, és Szoboszlai Dominik kimagaslóan szerepel, meg a Liverpoolban is, ebben a szezonban is. És közben Párizsban mondjuk valaki olimpiai aranyérmet nyer, reméljük, hogy azért lesz magyar arany az olimpián, hiszen annak is hagyománya van, akár úszásban, akár vízilabdában, hogy egy hagyomány. Tehát mondjuk a vízilabda válogatott megnyeri az olimpiát, a magyar labdarúgó válogatott pedig tovább jut a csoportjából az Európa bajnokságon, és játszik egy jó 8-at döntőt, ott kire fognak szavazni majd a következőben? Laci kire fog szavazni, Én most arra szavaztam, ami be is jött, és én szentül meg vagyok győződve, hogy ez így volt reális. Mert nagyon tisztelem Varga Zsolt munkáját, de az a vízilabda kapcsán nem árt tudnunk, hogy ezt 15 helyen űzik a világba, és teljesen más a merítés, és mint a futballt űzik, mondjuk 206 tagállama van a FIFA-nak. De akkor ezzel abból... azt mondod, hogy a 206 tagállam között egy EB selejtezőt megnyerni, az ugyanolyan, mint a 15 tagállammal megnyerni egy világbajnokságot. Hát én úgy gondolom, hogy... Litvánia, Bulgária volt az ellenfél. Most próbálok egy ilyen tárgyalást keríteni, nem érvelek én egyik mellett meg ellen sem, csak azt mondom, vannak szempontok, tehát Bulgáriát, Litvániát, Montenegrót megelőzni egy selejtező csoport élén. Szerbiát azért... Az az egy. Igen. Vízilabdázni ők is tudnak ráadásul. Igen, ez a teljesítmény ezek szerint nyilván a közvélemény szemében többet ér, mint megnyerni a vízilabda világbajnokságot. És azért ér többet, mert többen nézik. Tehát ehhez tudnak hozzászólni az emberek, ez mindig is így volt, és ugye mekkora hype van a labdarúgás körül, és ez meg is fog maradni, ez továbbra is így lesz szerintem. Én azt gondolom, hogy a magyar közvéleményben, és nem csak a sport közvéleményről beszélek, hanem az ország közvéleményében egyetlen dolog az, ami a labdarúgó sikerekkel egyenértékű, az olimpiai bajnoki cím. Ezért mondom, hogy egy érdekes kérdés, hogy egy olimpia évében majd hogyan arányulnak. Labdarúgóink nem lesznek az olimpián, a labdarúgás olimpián egyébként sem egy meghatározó dolog, meg senki nem is tartja annak, de
az olimpiai bajnoki címet, legyen egyéni vagy csapat, viszont ugye a magyarok nagyon szeretik óriási értékűnek tartani. Ezért lesz majd érdekes, hogy egy év múlva beszélgetünk, és megint Szoboszlai Dominik lesz az év játékosa, és második lesz mögötte egy olimpiai bajnok, akkor milyen érvek hangzanak el? Ugye az egész ott kezdődik, hogy lesz az EB, aztán lesz az olimpia, és ha megkérdezett tényleg az utcaemberét, megkérdezhetük volna egyébként, de játszunk el a gondolattal, és biztos, hogy ez jön neki belőle. Megkérdezzük, csak tök egyszerű kérdés, melyiket várod jobban, ki mit fog mondani? Nyilván az EB-t. És ha az előbb Laci mondta, hogy ugye beszélünk róla három napig majd nyáron, én ezt azért kihosszabbítanám, már decemberben beszél róla az egész országban, akik megtehetik és próbálnak ugye jegyet szerezni. Januárban arról beszélnek, hogy mikor lesz a sorsolás, mert napokon belül jönnek az értesítések, hogy ki nyert jegyet első körbe, azt jön a második kör. Tehát gyakorlatilag a foci EB-ről folyamatosan a kijutás óta, egészen a foci EB utáni hónapokig, valószínűleg beszélünk még az olimpia ideje alatt is. Hát én nem vitatom ezt természetesen, én azt gondolom, hogy akkor viszont tulajdonképpen népszerűségi versenyről beszélünk, és lehet, hogyha nem úgy mondanánk, hogy az év sportolója, hanem az, hogy az év legnépszerűbb sportolója egyéni kategóriában, csapatban, akkor ez egy teljesen reális díj. Mondom még egyszer, szerintem olimpia évében lehet ez kérdéses, mert azt gondolom, hogy ha az a baj, hogy nem mondhatom Milák Kristófot, mert most jelen pillanatban éppen kiírja magát az esélyesek közül, de ki tudja, tehát az ő klasszisa, az ő elképesztő klasszisa, ha rendesen edzen, akkor szinte biztos hozna egy vagy két olimpiai bajnoki címet, még az is lehet, hogy olyan világcsúccsal, amitől tényleg az egész úszoda vigyázban áll, és azért az úszásra sem mondható, hogy periférikus sportág lenne, hogy ne milliók üznék, vagy figyelnék világszerte. Tehát mondjuk egy ilyen évben Milákot mérlegre tenni Szoboszlaival, aki majd egy EB-n játszik, meg a Liverpoolban, az már egy izgalmas kérdés lenne, szerintem még népszerűségi szempontból is, mert az olimpiai bajnoknak azért ott majd lesz olyan sajtója, meg olyan ünneplése, meg olyan kultusza, amilyen mondjuk egy labdarúgónak egy átlag évben is kijár. Voltak itt azért furcsaságok, tehát Szávai Ági lett évsportoló úgy, hogy 8-at döntős volt a US Open-en. Aztán Talmácsi Gábor nyert 125 köbcentibet, 16-17 éves fiúk ellenő 27 éves volt. 250 köbcentit kihagyta, MotoGP-ben ott volt a végjátékban. Tehát többen nem volt igazi keresztmetszet a magyar sportnak. És azért örülök, hogy a futballt most már együtt kezelik, mert a magyar futball, csak pont ezen gondolkodtam a Szoboszlai kapcsán, amikor szólították a színpadra, hogy mekkorát változott ez az egész, hogy 15 évvel ezelőtt Némó, Németh Krisztián és a Simon Ikrek, a Ádám és Simon András kikerültek a Liverpoolhoz. És a Liverpool bejelente az igazolásokat a honlapon kettő sor, hogy három magyar utánpótlás futballistát igazoltak. Most Szoboszlai Dominik kapcsán minden a vezető hír gyakorlatilag Mo Salah mellett, Trent Arnold mellett a honlapon, és a Nemzeti Sportban pont mondtam az édesapjának, hogy volt, hogy 25 nap, hogy a gyerek minden nap címlapon volt. Egyszer véletlenül nem is értettem a dolgot, utána megint azóta is újabb címlapok. Tehát azért a futballnak a beágyazottsága, és a futballt azért mindannyian űztük. Teljesen más, mint egy jégkorongon gondolkodtam, pont ott hagytam az automat tegnap a jégpályán, mentem érte, és találkoztam az egyik klub alkalmazottal, és mondtam, hogy ha Volán megnyeri az EB-t, volt már döntős két éve, lehet, hogy az első hárommal tud végezni ezen a listán, ha a válogatott nem durrant nagyot, hogyha a vízilabdázók nem nyernek VB-t. Tehát tulajdonképpen megvannak itt az esélyek, és én úgy gondolom, hogy a futball ilyen dominanciája abszolút normális, és szerintem reális is. A domi dominanciája, akkor én is, hogy visszavágjak. Igen, és ebben az is benne van, amire mondasz, mert a kattintást, meg a címlapot, tehát a címlapot nyilván a kattintás generálja, tehát hogy azért is van ott, mert tudják, hogy az emberek akkor el fogják olvasni, akkor is arról van szó, hogy mit reggelizett egyébként, vagy hova ment éppen a szabadnapján. Tehát ezt a népszerűségi versenyt a focival szemben nem lehet megnyerni, ez nyilvánvaló. Ha a magyar sport egészét nézzük, és ezt a névsort, ami a tegnapi választáson ugye a győzteseket illeti, már például az azért, hogy egy vitorlázó hölgy nyer évsportolója, említette Szávai Talmácsit, azért ez bőven az a kategória, tehát én bevallom, nem nagyon hallottam előtte, vagy. De ez az én hiányosságom nyilván, hogy Érdi Máriáról nem hallottam előtte. Viszont olvasom, hogy olimpiai hajóosztályban lett világbajnok aranyérmes. Tehát itt azért már megint az olimpia népszerűsége figyel, mert szerintem egyébként a kutya nem tudná, hogy vitorlázik egy magyar sportoló, de hát egy olimpiai aranyérmes esélyesről beszélünk ettől a pillanattól kezdve.
Ahogy Vas Kata Blanka, aki épp ugye olimpián, illetve az elmúlt években robbant be azzal, hogy egy szintén kevesebb által ismert, vagy nem annyira követett sportágban ott lett a legnagyobb klasszisok közé, most a második helyre szorult a vitorlázó mögé, és hogyha azt nézzük, hogy a női sportolók között egy vitorlázó, egy kerékpározó és az atléta Krizsán Xenia, aki a budapesti VB miatt is került talán fókuszba, az első három, akkor én az egy érdekes tendenciát látok, mert ahogy itt beszéltünk róla, azért kajakosaink, vívóink, öttusázóink, VB érmes egyéni sportolóink voltak mindig. Nem tudom, hogy a női sportban most akkor egészen máshová helyeződtek a hangsúlyok, vagy máshonnan jönnek az esélyesek, akik mondjuk ilyen nagy nemzetközi eredményre sanszosak az idén. Hát most ugye meg lehet nézni, hogy rengeteg sportágat felsoroltál, rengeteg sportolónk és rengeteg jó sportolónk van ezek alapján, de azért nem értesülnek erről az emberek, azért nem tudunk érdi kisasszonyról, mert egyszerűen nincs, nem találjuk meg a közösségi oldalakon sem, amit ugye az ember nap mint nap Szoboszlai Dominik van a címlapon. Pörget, mert Szoboszlai van a címlapon, de ha elkezdenék reklámozni, hogy figyeljetek, akkor most ebben a versenysportágban esélyesek vagyunk, és ő az esélyes versenyző, és az este 6-kor lesz a közvetítés, nézzétek, de ezt nem találod meg sehol, utólag értesülsz ezekről az eredményekről, és itt a vitorlázás kapcsán ez nagyon-nagyon kijött tegnap, hogy ez tényleg így van. És legyünk őszinték, nem is néznénk meg, ha látnánk is, hogy néznénk. És nem is néznéd meg, hanem igen. Másnap talán elolvasnád, hogyha az olimpián, hogy az olimpián, emlékezzetek, azért nem volt olyan régen, mert ugye később csúszhat egy évet az olimpia, azért nagyon néztük azt a vitorlás versenyt, ahol ugye magyar versenyző volt érintett, és nagyon komoly esélyekkel, és tényleg nem sokon múlt. Tehát azért a magyar néző, meg a magyar ember olyan, hogy amikor azt hallja, hogy olimpiai aranyérmet szerezhet egy sportoló reggel 6 óra 25 perckor magyar idő szerint Tokióban, akkor bekapcsolja a tévét. Ettől függetlenül nem a nézők szavaznak, tehát a választáson majd megint az lesz, hogy az újságíróknak kik a kedvenceik, de ha valami, akkor tényleg az olimpia az egy méltó hívó szó. Igen, Berez Zsomborra én is felkeltem, aztán Rasovszky Kristófra is felkeltem, nekik voltak valós esélyek, Berez tegnap ott volt, és érdekes, a Érdi Mária kapcsán mondom, 3 évvel ezelőtt elkezdtek jönni nyilván egy e-mail remre, hogy az ő menedzsmentje, nem is értettem, hogy Érdi Mária menedzsment, de elkezdték őt felépíteni, és van egy kör, aki tudatosan figyeli, illetve a vitorlázásnak, miért engem nem érdekel, és nem is figyelem különösebben, de óriási imbusza van. Hogy egy hónap a társadalmi presztízset az azért hozzátartozna, Laci, hogy kék szalagot végig menjél. Egy egyszerű vidéki fiúként szürke szalagba élem az életemet, de például elmentem egy hónapja nyaralni, ahol Spanyolországban kosár és foci meccseket néztem. És felhív egy barátom, hogy nagyon fontos dolog miatt keres. Hát, hogy ott zajlik a vitorlás csapat VB, ahol Berez Zsomborik aranyat fognak nyerni. Én melyik, hol vagyok éppen? És mondtam, hogy Gran Canaria déli részén, és várom, hogy mehessek két kosármeccsre és egy focira. És mondja, hogy hát mekkora hülye vagy, hogy hát tőled 70 kilométerre meg is nézte, hogy tudok eljutni. A kikötőből ugye nem lehet látni a verseny, de most ekkor is ekkora befutó, hogyha bérelek hajót, akkor tudok onnan, meg tudom nézni, hogy a magyarok világbajnokok lesznek. És nem értettem, de van egy kör, ami minden sportághoz kapcsolódik, amit elkezdtem, aztán abba hagytam, hogy azért a focival egyszerűbb a dolgunk, mert üztük mindannyian valamilyen formában. A vízilag kapcsán az a nehéz ügy, hogy a sportoló 30%-át látod, alul zajlik minden, és nem ismerik a szabályokat. A jégkoron kapcsán is pont gondolkodtam itt a vonán, hogy nyerhetnének csapatként, vagy hogy lehetnének dobogósok. A hoki kapcsán is szeretjük, nagyon látványos, nagyon izgalmas, nagyon verekedős, mindennek megfelel, ami egy modern sportágnak lennie kell, de nem űztük, nem tudjuk, tehát a magyar társadalom 5%-a űzte a hokit, tehát nincsenek igazi ismereteink. A kosárlabdát sem űzik sokan, a kézilabdát sem annyira, mint a focit, és nincs meg a szabadidős lehetőség olyan körben, persze kosarazni egy tornaterembe könnyebb elmenni nyilván, mint hokizni adott esetben jégpályára, bár arra is megvan a lehetőség, valóban nyilván a tömegbázisa, egyébként a hokisoknak is nagyjából a 30%-át látod, vagy még annál is kevesebbet, mert két szempát nagyjából abban a ruhában, ami van, mégis a csajokot csikoltoznak az első sorban. Szóval igen, nyilván a futball semmi máshoz nem hasonlítható. A hokisokhoz meg annyit egyébként, hogy igen, a hagyományos csapatsportok, amiknek van magyar jó csapata, azért mindig kitüntetett figyelmet kapnak. Érdekes, hogy a Ferencváros BL döntős női kézilabda csapata, például a világbajnok vízilabdázókat ugyanúgy megelőzte. Tehát itt megint az látszik, mint aki domborodna, hogy az újságírók is súlyoznak, és azt mondják, hogy hát kéziben azért nehezebb BL4-es döntőt játszani,
mint vízilabdában adott esetben világbajnokságot nyerni, ami biztos nem igaz a maga fizikai valóságában, csak a dolognak a presztízse az magasabb egy kicsit. Igen, mert a vízilabdát is egy kicsit ugye ismerheti az ember, hiszen a 2000-es években megszoktuk, hogy folyamatosan mi vagyunk ugye az olimpiai bajnokok, és aki nem akarta, még az is hallotta, hogy olimpiai bajnok lett a férfi válogatott, volt egy generáció, de sztárok nőttek ki, nem csak így van, hallhatták, stb. És egy nagyon kicsi mellékszál csak azért, hogy mennyire ismerjük a sportokat, és mennyire nem. Ugye itt a teniszbe egy kicsit el vagyok merülve tenisz kapcsán, és megnéztem, hogy a világon hányadik legnépszerűbb sportág a tenisz, a nézettség, és abból a szempontból is, hogy mennyien űzik. A negyedik. Az első mi? Egyértelmű. Hát a foci. A második? Hát a röplabda ott van valahol. Kosárlabda. A második a kosárlabda. Nem, bocsánat. A második nem a kosárlabda, a harmadik a kosárlabda. Másodikat nem fogjátok kitalálni. Kriket. Így van. Kitaláltátok, hát tessék. Miatt. Így van. Tehát foci, kriket, kosárlabda, tenisz. Igen. Röplabdának is óriási népszerűsége van, meg egyébként a tagállamokat tekintve talán a második legnagyobb szövetség, ami a csapatsportokat illeti. Ezek vitathatatlanok. Nyilván egyébként Indiában lehet, hogy Szoboszlai Dominikról nem is hallottak, de a negyedik számú kriket játékos az angol gyarmatként hallgattak. Igen, szavazás. És hát valóban ez egy országnak egyébként a kultúrájához és a hagyományaihoz hozzátartozik, úgyhogy én egyáltalán nem azért mondtam ezt, mert egyik vagy másik rosszabb lenne, csak azt mondom, hogy nagyon nehéz azt eldönteni, hogy valóban kitett le nagyobb sportteljesítményt az asztalra, és hogy az eredményt nézzük, vagy az elvégzett munkát, vagy az ellenfeleket, vagy hogy hány országban űzik, ezek nyilván, úgyhogy legjobb tényleg ilyen szubjektív népszerűségi szavazásként tekinteni szerintem erre az egészre. És akkor... Még annyit egyébként valóban a kriket, most így pörgetem vissza a gondolatokat, hogy tényleg azért egy egymilliárdos országot hoztunk szóba, és a brit nemzetközösség kapcsán, hogy valóban Sydneyben nem voltam az olimpián, de később eljutottam, és az olimpiai parkba a létesítményekre egy esetben tudtam bejutni, kinyitják sporteseményre. És én megnéztem egy U20-as kriket bajnoki döntőt, hogy el tudjak menni a nagy stadionba. Többiek nem is értették, hogy mit csinálok, de mondom, meg akarom nézni, amit az volt az első igazán. Akkor szerencséd volt, mert Indiában olykor 3 napig tart egy meccs, tehát neked valószínűleg rövidítetted. És 6 órás meccs volt ott, és hát nyilván ott hagytuk, csak az ott a lényeg, hogy akkor meg akartam nézni, a visszabontott, a 100 000-es, 97 000-esről visszabontották 56-ra, hogy lehet visszabontani egy stadiont. És azért már nagyon könnyű, csak akkor nekem 20 évvel ezelőtt ez egy nagyon furcsa dolognak tűnt. Egy biztos, hogy mindannyian látjuk, hogy egyrészt Laci nagyon jó helyekre jár nyaralni, tehát azért nem azt mondtam, kriket meccset nézni. Igen, tehát nem Észak-Macedónia alsón volt. De valóban, tehát a kriket elképesztő a bázisa, mondom, a brit fennhatóság kapcsán. Amúgy én nem gondolom. A népszerűséget kell szerintem valahogy egy horogban meghatározni. Tehát azt mondod, ha Spanyolországban mész, akkor focit nézel, az mondjuk 3 horognyi, nézel egy kis kosárlabdát, az 2 horognyi, de elhívnak vitorlás, az már csak 1/2 horognyi maximum, mert eszedbe nem jut megmozdulni. Leteszik a horgot, és ott marad. Na hát a népszerűség legyen akkor a továbbiakban is a kulcs szó az adás második felében, már bőven benne vagyunk, mert a kérdés számomra most az utóbbi napokban szerintem a fehérvári sport szurkolókat, és ha már a foci mindenek felettiségéről beszélünk, akkor talán azzal együtt, hogy nem a pályán zajlanak az események, azért a leginkább érdeklő történés az volt, hogy Kenan Kodrót a Ferencváros kivásárolta a fehérvári szerződéséből. A népszerűségről annyit, hogy a legnépszerűbb magyar csapat ugye a Fradi, ezt régóta tudjuk. Most oda ment az a játékos, aki itt Fehérváron is népszerű volt azért, hiszen vezeti a góllövő listát, és az utóbbi években a Vidi legeredményesebb csatára volt. De mennyire marad népszerű? Mennyire tudják elfogadni a szurkolók? Ezt kérdezem akkor a főszurkolót először, mert van ennek azért érzelmi része is, ugye nem szeretünk a Ferencvárosba nyilván játékost adni, vagy ha innen elviszik. Másrészt biztos van ennek azért olyan oldala is, amire meg azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen nem biztos, hogy rosszul járt vele a Vidi. Hát egy jó összetett kérdés ez a Kodró kérdés, és a népszerűség szóból akkor tovább göngyölítve. A Kodró egy statisztikai alapján ugye a Vidibe is egy abszolút eredményes játékos volt, de nem mondanám abszolút népszerűnek. Tehát ő nem volt egy ilyen sztárjátékos, nem volt közönségkedvenc. Általában, nem hozzátok, pedig aki a legtöbb gólt rúgja, vagy sok gólt rúgott az általában, az a Kovács Dani népszerűbb volt, nem? Igen, de alapvetőleg nem volt az. És hogyha már népszerűség szólt, össze akarom kötni a Mezőkövesdi kihagyott 11-es és a jelen bejelentés között, hát én azért, ha valakinek van kedve, nézze meg, de fogadok rá, hogy a kommentelők között ott volt, aki egy
egy ilyen T-alakú fát akart volna a Kodronak rakni a mezőköves meccs után, most meg azt mondja, hogy hú, de mennyire sajnálja meg az anyát, már bocsánat, majdnem mondtam azt, meg az pont, hogy eligazolt innét, tehát ilyen nagyon érdekes pszichológiája van ennek is, hogy fél év alatt mekkorát változott itt is a világ, de a Kodró tényleg nem volt népszerű játékos szerintem Fehérváron, de hogyha most a posztját nézem és az elődjét, akkor egy Nikolić ugye extra népszerű de, volt. Bocsánat, akkor viszont tényleg az a kérdésem, és ezt már egyébként a Kovács Dani kapcsán is feszegettem, akinek hát a népszerűség lista nyilván egészen máshol van most a helye, bár elment, úgyhogy már nem kell róla beszélni. Hát, hogy mi kell ahhoz, hogy egy játékos népszerű legyen? Tehát a Kenan Kodró egyébként nem gondolom, hogy a Vidi történelmének legnagyobb csatáraival említhető feltétlenül egy lapon, már csak azért sem, mert nem játszott annyit itt, de azért ennek a csapatnak a legjobb góllövője volt, és ez volt olyan szezonban is, amikor nem voltunk annyira rosszak. De tök mindegy is, hogy kiről beszélünk. Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki népszerű legyen a szurkolók között? Én azt gondolom, hogy ez ugye termelődik önmagával. Tehát, hogy szeretetője váljon valaki, az kell a viselkedés, a reakció, a mozzanatok, akár a meccs utáni, akár a gól utáni, akár egy-két nyilatkozat. Tehát egy nagyon összetett kérdés az embernek a karaktere, és bocs, hogy visszautalok, de hát szerintem belélik akkor ebbe a történetbe, hogyha Szoboszlóról beszélünk, hogy évsportolja és miért és hogyan. A Pali az egy az egyben jó karakter. Tehát egy jó kiállású, jó képű srác, nem kell félreérteni, de jó képű srác, ugye egyértelműen egy eladható marketing szempontból is például, amúgy a Kodró is lehetne hasonló szint ebben a tekintetben, valamiről belőle ez nem jött ki, és a pályán a közönség ugye azt az érzetet kelti, hogy az volt benned, hogy hát, hogy ki, hogy minden helyzetet, szerencsétlen, annak a legtöbb gólt rúgja. Tehát, hogy neki a stílusa a pályán nem az a fajta stílus volt, amiért belopta magát az emberek szívébe. És én a legrosszabb időszakban is, itt a műsorban is szerintem a Kodrót korábban is megvédtem, mert azt mondtam, hogy ha valakinek egy ilyen statisztikája van, mint neki, akkor az igenis csapat szempontból értékes játékosnak kell lennie. Viszont az, hogy a szurkolói pszichológiát továbbvigyük, hogy most eligazolt és kapja a apait, anyait, mindenfélét, én azt gondolom, hogy mindig egy riválishoz, és most ez is érdekes, már lassan az elmúlt években azért megszokható, hogy a riválisnak mondjuk a Ferencváros, mert pont lefele megyünk, de előtte azért mi nőttünk föl a nagy festi csapatokhoz, közt a Fradihoz. Egy rivális az igazolás az mindig ugye kiveri a biztosítékot a szurkolóknál, és rögtön változott a pszichológiája. Eddig nem szerettük, most meg a francba, hogy elmentél innét. Tehát a szurkolói lélektan az ezt mondatja ki, és az, hogy a Kodrónak a döntése az meg már más kalapra tartozik, hogy szinte nem lehet garanciát vállalni, hogy gól király lett volna a Vidibe, de jó esélye lett volna. Most a Fradiba, a Varga, meg a másik, nem tudom, kimondhatatlan nevű csatárok mellé, odaférre, vagy a játékosok mellé, hogy ezt ő a saját pályafutását tekintve miért hozta meg ezt a döntést. Ne felejtsük el azért, hogy a Nemzetközi Kupában is állva maradt azért a Fradi, és ne felejtsük azt, hogy rengeteg meccsük van, hogy kapják a terhelést, és ő, neki lehet, hogy van még önbizalma a Kodrónak annyi, hogy igenis ő be akarja verekedni, akkor ez egy nagyon pozitív hozzáállás. Mindenképpen emberileg, meg hát ugye felhozták többen a korát is, a 30-31 év, hogy lehet, hogy neki az ő életfelfogása szerint az utolsó nagy lehetőség, nagy dobása, hogy még többet kihozzon a játékos pályafutásából itt a végére. Engem egyáltalán nem szokott ez izgatni, de a szurkolókat ismerve, a különböző fórum megnyilvánulásokat kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a reakció, ha mondjuk rúg egy gólt a Fradiban mondjuk egy nemzetközi meccsen itt a ferencvárosi pályafutása elején, és elkezdi csókolgatni a Fradi címert, amit külföldi játékosok, főleg heves vérmérséklet azért sűrűn előszednek. Emlékszem, Kopunovic első gól öröménél eltörte a lábát, úgy akart kimászni a kerítésre rögtön a valami szuperkupa döntőn. Vérmérséklet ilyen volt. Ős Fradistának még nem lehetett nevezni, de annyira magáinak érezte, hogy rögtön lábát törte a nagy örömben. Tehát, hogy szerintem lesznek azért még itt érdekes visszajelzések, arról nem beszélve, hogy azért látjuk majd ellenfélként is Fehérváron. Hát ugye sok számon el lehet indulni a történetben, hogy miért történt, és most csak tényleg érintőlegesen ugye nem szokás Fradiból Fehérvára, Fehérváron Fradiba, ugye láttunk azért már ilyet Petriák kapcsán, aki aztán valójában nem váltotta meg itt a világot tulajdonképpen. Hát most akkor megy Kodró Fradiba. Igen, ez is az egyik nézőpont lehet. Másik nézőpontodra visszakanyarodva egy kicsit, hogy ugye ki lesz népszerű, ki nem lesz népszerű. Most egy laikusnak azt mondod, hogy jön Kodró, vagy jön a következő, vagy jön a harmadik. Azt tudod kicsoda. Tehát hoznak valakit a Vidibe, és nem tudod kicsoda, és ugye fel kell építenie a csapatnak az emberkét, de az emberkének is saját magát kell szimpatikussá tenni a szurkolók előtt, hogy aztán elfogadják, nyilván ez a teljesítmény hozadéka lehet. Aztán azt se felejtsük el esetleg, hogy ugye, ha jól tudom, 1,5 millió
volt az ára vagy az értéke? Én valami ilyesmit hallottam. Hát az értéke, az ára, az messze nem volt annyi azért, ahogy hallani lehet. Most állítólag felnyomták a Transfermarkton egy kicsit az értékét, erre a másfél millióra. Szerintem nem tűnik reálisnak egyébként. Ezt a másfél milliót akartam én csak mondani, de mondjuk azt, hogy ennyi volt. És én ugye a vidis időkből azt tudom, hogy ez a másfél millió, ez körülbelül egy átlagos vidinél elérhető játékos árának a háromszorosa, négyszerese legalább. Nikolic biztos nem volt ennyi szerintem egész pályafutása során ennyire értékelve a magyar bajnokságból. Lehet, hogy az maga, hogy a Ferencvárosi igazolt valaki kicsit megdobja ezt, de hát ebben ne is menjünk bele, hogy ezt hogyan kalkulálják, meg mennyire számít. Én nem gondolom, hogy Kodró sokkal értékesebb játékos lenne, hát akár a vidiben is van hasonló talán. Nyilván mindig, aki a gólokat lövi, és nekem az egyetlen kérdés az ő személyétől függetlenül, hogy azt a most akkor fél szezonban még 10 gólt, az kitől fogja megkapni a Vidi, mert azért ez a csapat, ez most így hármasával rúgdosta az őszi szezon második felében a gólokat, amiben nyilván Kodrónak is azért nagy szerepe volt. 88 meccsen rúgott 44 gólt. Próbáltam megközelíteni Kodró szempontjából. Nemzetközi kupában Vidibe nem játszott, a Fradiba tud. Volt 7 vagy 8 meccs annak idején Bilbaóba, nem volt meghatározva a spanyol élvonalban, gondolom nem tett lé még le arról, szerintem Magyarországra azért jött, hogy felépítse magát. A Fradi kapcsán pedig Varga Barnabás megsérült, és láthatóan ott elfogytak a gólokkal, és én úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen ajánlatuk Varga Barnabásra. Tehát kell, hogy legyen egy biztosan aláírás előtt álló szerződéstervezet, mert különben nem akarják kiidegelni a válogatott első számú csatárát. Tehát az nem lenne jó az a versenyhelyzet. Én úgy gondolom, hogy Fradi már tárgyal valakivel, és viszont kell akkor egy helyettes, és arra Kodró tökéletesen alkalmas. A Vidinél biztos, hogy nem másfél millió euró, hiszen Varga Barnit egy nagyon kerek számért vette meg a Fradi, és nem nagyon akarta kifizetni. Aki szerintem Kodrónál a jelenben biztos a jobb futballista, a fiatalabb 2 évvel, egyel biztosan, a válogatottnak alapembere, és a válogatott meccseken, egy szerbek ellen, meg a Fradinak a bajnoki meccsein, tehát döntőbb és meghatározóbb mérkőzéseken nyújtott egészen stabil teljesítményt. Kodró helyében úgy gondolom elmentem volna. A Vidi nem gondolom, hogy bajnoki címért harcol. Ha ott lennénk közvetlenül a Fradi nyomában, én nem gondolnám, meg reális esélyünk lenne az aranyra, én nem gondolom, hogy eladták volna. Így szerintem a klub jól járt, a Fradi is tehát húzott egy jót, és a labdarúgó szerintem a nemzetközi kupán keresztül újra visszaépítheti magát a spanyol élvonalba. Szuhodovszki Soma kapcsán is egy furcsa helyzet volt, hogy válogatott lett Kecskemétből, szerették, imádták, elment Debrecenbe, és szintén azért ment el, mert Debrecenből több esélyt talált a nyugati szerződésre, és valljuk be, több esélye is van erre. És Kodróba is ez biztos, hogy ez... Igen, de az egy más, ez egy fiatal magyar játékos. Én nem tudom, én Kodrót nemzetközi mérkőzésen nem sokszor láthattuk. A Köln ellen egyébként ott pont a pálya széléről figyeltem viszonylag közelből. Én azért azt gondolom, hogy ő valóban lassabb, körülményesebb annál, amit a nemzetközi futball magas szintje megkíván. Varga Barnabás sokak számára váratlanul azt bizonyította, hogy azon a helyen is, vagy azon a szinten is megállja a helyét, akár érkező, akár helyét megcsináló, akár az összjátékba bevehető csatárként. Nekem például Kodrónak az összjátékbeli hiányosságai azért mindig eléggé feltűntek, de mindegy, ebbe a szakmai részben nem menjünk bele. A kérdés az, hogy ki fogja őt pótolni Fehérváron, vagy át kell állítani a csapatot egy olyan struktúrára, amikor majd inkább ne kapjunk gólt, vagy kevéssel is tudjunk nyerni. Mi is igazolhatunk. Még nem zárult, hát, most van a java. Tehát ugye a kérdés, hogy ezt a pénzt mire fordítja a klub, mert ugye azt még a Laci nem mondta ki, vagy itt az előbb az árakról beszéltetek, de ugye nyáron gyakorlatilag ingyen vitték volna, tehát ezért a klub ezért járt jól. A fizetését is megspórolja a klub nyilván, igen, ami még a tehát, régi szerződések. Ezt fordítjuk-e vissza egy csatára, akkor adott esetben fiatalabbra, akikre évekig lehet építeni, de a klub szempontjából ez érthető dolog. A másik az, hogy elkaptunk egy olyan fort az utolsó pár, jó pár hétben, inkább egy-két hónapban, hogy az embernek ilyenkor a szíve fájja, azt a csapatot, azt látják, hogy lehet, hogy most egy-két meghatározó embert elvisznek, egyet már biztos elvittek, ugye? Tehát ez mindenki fáj a szívet, hiszen bár bajnokok nem lehetünk, reálisan örültünk, a kiesés elkerülése lett volna a cél ugye a nyár végén, nagyon sokan ezt gondolták, hogy egy biztos bemaradás. Ezt képest ugye esés közben jön meg az étvágy, és most azt mondjuk, hogy egy dobóra esélyes csapatod van, mert azt mindenképp kimondhatjuk.
az, hogy még a realitása, de hogyha kimegy egy-két alapember, kérdés, hogy mi jön ki ebből, vagy kérdés, hogy ki tudunk helyette venni. Mert ha tudunk venni jót és fiatalt, lehet, hogy azt a 10 gólt lehet váltani, ne felejtsük el az a csapaton belül, sokszor ilyenkor a labdarúgáson belül is nem egy ember, nem egy befejező csatár, hanem lehet, hogy több ember között oszlik meg a gól, és láss Katonát milyen feljövő tendenciában. Nem tudom, hogy lehet-e azt már ilyen tendenciának tekinteni, vagy bármiféle profil vagy filozófia váltástak, ugye, hogy egyrészt Pető Milán személyében van olyan játékos, aki megkapja a bizalmat, most utánpótlás válogatott játékost igazolt a Fehérvár Szombathelyről, és jön Kovács Zoltán, a korábbi sportigazgató fia, ami egy külön pikantériát ad azért ennek a dolognak. Jelzem, sportigazgatója még nincs a Vidinek, ki tudja ezek után mi várható. Tehát ugye egy kicsit ebbe a fiatal irányba valóban elmozdult a csapat, ami egy hosszú távon jó koncepció lehet. A kérdés, ettől még kérdés maradt, hogy kirúgja meg azt a 10 gólt, amit mondjuk Kodrótól egy fél év alatt vártunk. Kodró kapcsán, amikor érkezett 2 évvel ezelőtt, 0-1-ről fordítottunk az ő 2 góljával, tehát ha nem is párosával rúgta gólokat, de nagyon aktív szerepe volt, és ahogy elindult a mélyrepülés, az ő játéka sem lett jobb, ugyanúgy beleszürkült, és vele kapcsolatban is azt mondtam, hogy ugyanez a magyar valóság, mint sokan mások, hogy érkezett a Fradiból Heister, előtte Petriák, nem tették azt a pluszt hozzá, ezért mondtam, hogy nem biztos, hogy érdemes a Fradiból igazolni. Nem volt, a visszaáramlás, a felfeláramlás még annyira sem volt jellemző, de az biztos, hogy most a csapat teljesítménye jobb lett. Én nem gondolom, hogy Kodró húzta magával a csapatot, a csapatjátékának a javulása és a több helyzet, a más jellegű taktika hozta az ő góljait, és én úgy gondolom, hogy továbbra is azt mondom, hogy észszerű döntés volt, mindenkinek a részéről ez a klubcsere. Hát akkor lehet, hogyha a csapatjátéka megmarad ezen a gördülékeny szinten, és Szabó Levente jókor érkezik majd a kapu elé, akkor lehet, hogy ő is meglövi azt a valamivel több gólt, így, hogy most jelen állás szerint akár ő lehet az első számú csatár. Arról mit gondolunk, vagy gondoltok, hogy ugye Szilárd említette először Petriákot, akkor vert először nagyobb vihart, hogy a két akkor még erősen rivalizáló klub között játékos csere folyt, és hát Kubatov Gábor akkor eléggé határozottan le is szögezte, hogy ez így nem jó, a két klub ne akarjon egymástól játékost elszipkázni, ez egy ilyen hallgatólagos egyesség, hogy mi nem, és akkor mi se fogunk venni a Viditől, mondta ő, változnak az idők. Úgy tűnik, tehát most a Ferencváros is úgy érezhet, hogy ránk van utalva. Hát változnak az idők, de Kubatov amúgy többször kijelentette azt is, hogy a legjobb döntését hozta, hogy ő nem akarta például Vargát leigazolni, hanem a Hajnal Tamás nyomta rá és beszélt, és ezt le is nyilatkozta, hogy ő aztán eszébe nem volt, hogy azt a Palit leigazolja, de hogy mekkora jó döntést hozott. Hát most majd kiderül, hogy a Kodrólá jó döntést hozott adott esetben. De visszatérve arra még azt a gondolatmenetemet akkor, hogy tényleg, amit a Laci is mondott, hogy szerintem is a csapat egységként funkcionáltunk jól, és ebbe lehet, hogy beilleszthető, és az a Kodronál azt sem felejtsük el, hogy igen a csapatjáték tekintetében, hogy ő például évek óta az asszisztban nagyon kevés, tehát a gólpasszban keveset adott, viszont tényleg egy olyan tehetsége volt az érkezéshez, vagy ahhoz a befejezéshez, és amikor szígyek az emberek, hogy ezt vagy azt a helyzetet kihagyta, akkor lehet, hogy nem az év sportolagjál, nem arról beszélünk, hogy milyen a Ronaldónak az 50 gólját megrúgta volna a Pali, hogyha a helyzetét mindegy berúgja, tehát ilyen a labdarúgása, nem zsugsz benne, de tényleg jól érkezett a Pali, tehát én azt gondolom, hogy én a Lacival annyiban nem értek egyet, hogy szerintem érvágása azért az a Vidinek, ha az érzelmi nézem, vagy pedig a hasznosságát Vidi szempontjából, ha az észszerűségét abba a tekintetben nézem, hogy most pénzt kaptunk érte, és fél év múlva lehet, hogy nem is 31 éves, akkor igen, akkor abban van logika. Hát meglátjuk, most egyelőre pletykákkal ne foglalkozunk, lehet már olvasni itt-ott, hogy kiket vagy kit szemelt ki ugye a Vidi a következő időszakban. Az biztos, hogy Kodróért valamennyi pénz befolyt azért, még ha nem is irdatlan összeg, plusz felszabadult a fizetése, ami ugye még az előző érában köttetett, tehát valószínűleg az erősek között volt a bérezése. Úgyhogy ebből akár még lehet, majd kiderül, hogy Bartosz Zselák hogy fog dönteni, vagy lesz-e új sportigazgató, nem tudom, ezzel kapcsolatban nincs pletyka, Laci, valami jól értesültség? Én nem gondolom, hogy Kovács Zoltán fia a csapatjátékosa. Mint előretolt helyőrség, én nem gondolnám, hogy lenne sportigazgató, hiszen a csapat elkezdett jól szerepelni, én szerintem a hierarchia úgy működik, hogy a Balog Attila, az ügyvezető,
nézi a számokat, azok stimmeljenek, ő a szakmában nem különösebben szól bele, az edző felelőssége minden, és a bejövő összegek kapcsán, hogy ki mennyiért mehet, ki mennyiért jöhet, ez pedig a tulajdonos eldönti. Szerintem ez egy működő konstrukció, tehát én tulajdonosi szemmel úgy gondolom, hogy minek adnék sportigazgatónak, hiszen nem volt, és mégis jól szereplünk. Ha rosszul szereplünk folyamatosan, az egy új helyzet, de most a tulajdonos, én úgy gondolom, azt mondja, minek fizetnék azért, hiszen ez a mostani struktúra most már 3 hónapja tökéletesen működik. Hát minden esetre, hogyha játékos poszton még nincsenek is olyan nagy igazolások, bár most néhányan már az EU klubban játszanak, de az említett sportigazgatóin ugye jegyezzük meg, hogy Farkas Balázs a korábbi videóton középpályás, most éppen Szlovákiában lett sportigazgató, tehát úgy tűnik, hogy azért e téren is van felhozatal, még ha nem is a Fehérvárnál. Köszönöm szépen, fiúk! Hát meglátjuk, mire megy a vidi. Arra még egy kicsit várni kell, hogy az eredményekről beszélhessünk, de az összes többi csapatunkról nyilván fogunk majd még a közeljövőben, így a jövő héten is. Mára ennyi fért a műsorba, és köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.